És most megismerhetünk egy újabb Dal 2018-as versenyzőt, ez pedig nem más, mint a Maszkura és a Tücsökraj, de mielőtt még beszélgetnénk velük, hallgassuk meg a versenyművüket, tehát jöjjön a nagybetűs szavak. Veled elindulnék, veled megérkeznék, oda, hol az élet nem halványul, nem fakul. Veled megpihennék, nevén nevezném a dalt, mely mélyre szúr, hívó ébresztő szavunk. Köszönöm sok váratlan év, amit mindkettőnk remélt. Nem lesz nehéz a kereszt, nem lesz könnyű a vér. Túl a pusztán túl, nyit ajtót ránk a nyár, négy fal mögött a szívünk, rajtuk átnyilvesző jár. Te nem olyan nő vagy, aki fakképnél hagy, veled minden perc megfér egy szalagon. Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak, nagybetűs szavak, hófehér papíron. Te nem olyan nő vagy, aki fakképnél hagy, veled minden... És itt is van velünk személyesen bíró Szabolcs Maszkura. Szia! Sziasztok, köszöntöm a nézőket! Hát hogy úgy döntöttetek, hogy szerelmes dallal indultok a dalban? Hát mindig azt írom, ami éppen történik velem, és most nagyon jó dolog történik velem, jóban van részem. Csak nem elsózod az ételeket folyton? Nem, hát... Tulajdonképpen. Ezt a dalt egy sanyarú múlt, meg egy boldog jelen kovácsolta össze. És nagyon sok várakozás után jött egy olyan lány, aki jó múzsája a következő daloknak, írok én mulatozása, vagy mindenféléről, de ez most pont jelenleg szerelemről szól. Szombaton lesz a Dal 2018 harmadik válogatója. Ti nyilvánvalóan azért vagytok most többek közt itt a hajón, mert hogy szombaton léptek föl, de hát volt már két válogató ennek megfelelően. Te hogy vagy? Foglalkozol ezzel, hogy mikor jó az elsők között jobb fellépni, vagy megmutatni magad, vagy itt a végére tartogatjátok a muníciót? Te ezzel törődsz egyáltalán, hogy mikor kerültetek sorra, vagy ez nem számít? Nem sokat törődtem ezzel, azért megnézegettem, hogy kik vannak az elődöntőben, mert végignéztem a mindkét műsort, egyiket végig, másikban picit belealudtam, volt minden aznap, de igazából azon vagyok, hogy írtunk valamit, ami nem erre az eseményre készül, de megtisztel, hogy ott lehetünk, és azt akarom én jól előadni, és hogy nekem ez nem egy verseny, de hogy tök jó, hogyha ott van, és hogyha az ott megszólal úgy, ahogy én elképzeltem, és szeretném, hogy kívülről hallgassák, akkor az nekem nagy öröm, úgyhogy bármi történhet azon túl. Akkor neked tulajdonképpen nem az a célod a dallal feltétlenül, hogy megnyerjétek a versenyt, hanem te jól elő szeretnél adni egy dalt, meg akarod mutatni az embereknek, jól értem? Sose volt az, ez egy jó történés, egy jó téli nyaralás, mindig így őszintén, nem az a cél, hogy megnyerjük, persze, hogy jól esne. Én nem gondolom azt, hogy a mi dalunk, a nagybetűs szavak, az egy eurovíziós, vagy Magyarországot kell képviselnie című, vagy féle dal, de hogyha megérdemelni a dal, akkor természetesen nagyon nagy öröm lenne számomra. Csak viszont lehet, hogy inkább örülnék, ha egy középdöntőbe kerülhetne, mint hogy kint magyarul rappeljek, vagy énekeljek valahol külföldön. Google Translate biztos van ott is, hogy megtudnak, hogy miről van szó. De maradjon ez olyan, hogy jusson el fülekhez, akik szeretik, vagy nem. Hát egy tücsök nem csinál nyarat, most egyedül vagy itt, de azért majd szombaton azért többen lesztek, öten a színpadon. Mindannyian. Hogy kell elképzelnünk azt a hangszerelést, illetve a színpadképet? Jó, hát persze nem kell mindenről most azonnal lerántani a leplet, de azért egy-két részlet. Hát a hangszerelés ugyanúgy, ahogy a Lady Gaga lemeztől fogva, ilyen neo-soul, funk, hip-hop keverékű, nagy eklektikus dolgon mentünk keresztül, és ide lyukadtunk ki, egy ilyen modern, öreg valamiről van szó, amit mi képviselünk, és szeretnénk, ha csak egy lenne belőle. Egy ilyen funk-soul hangulat lesz. És hogyan készültök a szombatra? Más azért, mint gondolom egy egész estés koncertre készülni, egy ilyen egydalos koncertre? Sokkal nehezebb egy dalt énekelni, akár egy ilyen eseményen, vagy hogyha vendég vagyok valamilyen zenekarnak, és csak egy dal van, vagy csak kettő. Nem úgy van, mint a saját koncertünknél, hogy lejár az első két dal, és akkor megnyugszom, hogy jöhet a többi, és akkor mennek a dalok között a nyugodt, meg kiegyensúlyozottabb konfok. Hanem itt csak egy lehetőség van, és hogyha azt nem csinálod jól, vagy elrontod, vagy kevésbé jó, akkor olyan rossz visszaemlékezni rá, és akkor nem fogok többet nevezni ilyenekre. Szóval valószínűleg sokáig emlékeztek majd a március 14-i koncertre, ami a Műpában lesz, mert nagyon készültök rá vendégelőadókkal. Igen, az megtisztelő, és ez szép dolog, hogy eljuthatunk így 10 év után egy ilyen lehetőségre is. Lesz 4 vendégünk, 2 rappers, Szabész Manszter, meg a Sziszka Finucsi, 2 énekes pacsirtánk, a Mohamed Fatima és Pásztor Anna, és 2 hangszeres közreműködő is lesz, Vidákovics Izsák, szaxofon, fóla, és Tar Gergely ütős hangszerek. Nagyrészt ilyen akusztikus lesz, és többnyire olyan dalok is elhangzanak majd, amiket nem nagyon viszünk nyári koncertekre, vagy klubos bulikra, úgyhogy sokkal másabb lesz, és műveltebb. Na hát erre még március 14-ig kell várni, de én nagyon remélem, hogy találkozunk szombaton a dalkulisszában, mert akkor az azt jelenti, hogy tovább jutottatok majd. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.